Minden játszótér több mint 100 oldalas előírásnak felel meg Nyíregyházán, ami azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek ne sérülhessenek meg. Ezért fontos például az ütéscsillapító talaj, valamint az, hogy a játszótéri eszközök méretei és nehézségi fokozatai a kicsiknek megfelelőek legyenek. A játszóterek ellenőrzését két fele kell választani. Van egy úgynevezett üzemeltetői ellenőrzés, ahol az üzemeltetőknek, fenntartóknak hetente, havonta, három havonta, évente kell ellenőrizni, és van a kijelölt szervezetek által tartandó időszakos ellenőrzés, ezt pedig négy évente kötelező elvégeztetni. A játszóterek főleg az időjárás és a vandalizmus veszélyeinek vannak kitéve. A nagyobb problémát utóbbi okozza, az időjárás hatásai a rendszeres karbantartás mellett ugyanis megelőzhetőek. A nyíregyházi játszótereket különböző csoportokba soroljuk, köztéri, óvodai és bölcsődeire. Az elmúlt időszakban végezték el 93 köztéri játszótér felülvizsgálatát, ahol az ellenőrzés napján mindent rendben találtak. Több intézményben azonban játékeszközöket is használnak. Utóbbi időben gyakrabban tapasztaltuk, hogy olyan játékeszközöket vásárolnak meg intézményekbe, amelyek nem minősülnek játszótéri eszköznek. Tehát van egy céljelölésük, de nem minden esetben felelnek meg. Hát erre az üzemeltetőknek jobban rá kell figyelni, tehát el kell különböztetni, hogy játékeszköz, ami otthoni saját célra készül, vagy játszótéri eszköz, amely intézményekben és közterületekben is használható. Fontos tudni, hogy minden játszótéri eszköz a talajhoz rögzített, nem hordozható, így biztonságosabbak és kevésbé balesetveszélyesek a mobil eszközökkel szemben.